Szavaztok, szép jó napot, mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt. És mivel itt a fánk szezon, sok-sok fajta fánkot láthattatok már nálunk, majd be is jelölöm nektek, sőt ki is írom, de el is mondom videó közben. Elkészítek nektek egy nagyon finom szilvalekváros kreplit, nem kriplit, az egy más technológia, pontosabban más jelent. Na, hát mi itt a lényeg? Vagy pontosabban, ahogy szoktam mondani, lényeg a lényeg, megmutatok nektek egy fantasztikus szilvalekváros kreplit, ami nagyon-nagyon finom, és Szilvikét megkérem, közelítse meg az objektumot, hogy el tudja mondani, meg tudja mutatni nektek, hogy miből készül ez. Na, hát és mint említettem volt nektek, tényleg többféle fánkkal rendelkezünk, aki ismeri az oldalunkat, és szokott nézelődni, vagy esetleg már jó pár fánkot kipróbált tőlünk, megtaláljátok, hát nagyon-nagyon széles választékába, akár a kanalas fánkot, a farsangi fánkot, a flutát, a krumpli fánkot, mindegyik nagyon finom, fönn van a csöröge fánk, ugye annak az a jellegzetessége, hogy nem mint itt, tehát nem élesztővel készül, hanem egy kevés sütőforral készül a fánk, az is fantasztikus, de higgyétek el, az a csöröge is, herőce, így is mondhatnám, az is egy fantasztikus fánk, érdemes kipróbálni, sok-sok finom lekvárral el lehet készíteni. Na, itt visszatérve a mai recepthez, és említettem nektek, hogy krepli, hát ugye sok embernek ez talán beugrik, talán nem, és itt a fánkok körében tényleg rengeteg az elnevezés, akár a huppancs, a krepli, a siska, a pánkó, és többfélét is tudnák még említeni, ugye ez országok szerint, tájjelleg szerint rengeteg féleképpen változik, na de hát mi a lényeg? Fánk, fánk, fánk. Na, mutatom a hozzávalókat, láthattok lisztet, ez átszitált liszt, és mindenképpen ajánlom nektek, hogy szitáljátok át, sokkal jobb lesz a tésztának az állaga. Láthattok 4 darab tojást, aminek csak a sárgáját fogom felhasználni, kristálycukrot, a jóféle kis szilvalekvárt, 1 darab narancsot és citromot, ezeknek csak a héját fogom felhasználni, láthattok élesztőt, vajat, amikor hozzákerül a recepthez, vagy pontosabban az üstbe, akkor legyen jó puha az a vaj. Rumot láthattok, egy kevés vaníliát, cukrot, tejet, egy kevés sót, 2 csipet só összesen, és láthattok egy szaggatót, na most itt a szaggatóra kitérve, ami nektek kellemes lehet, kisebb, nagyobb nyilván, és mutatok itt párat, akár lehetnek ilyen nagyok is, csak ezt a 70-es méretet, és majd mutatom nektek, lehet a nagyon kellemesen megtölteni, ugye arra is számítani kell, és majd látjátok, amikor kiszaggatom, akkor ez a fánk még tovább fog egy kicsit kelni, tehát ha ilyen brutál nagy mérettel készítitek, nem annyira lesz esztétikus, és ez nem a hagyományos fánk típus, tehát itt lesz 2 korong, amit kiszaggatok, bele a lekvár, pontosabban rá az egyikre, jöhet a másik, összecsípkedjük, na, nagyon jól fog kinézni, azonnal kezdünk, hozom a birodalmi lépegetőt, akár ki lehet kézzel is dolgozni a tésztát, én egy picit most előveszem a lusta formámat, rábízzuk a gépre. Indulhat a jóféle fánk recept, és legelsőképpen az élesztőt kell fölfutatni. Ajánlom nektek, mint láthatjátok, egy ilyen közép-magas poharat elővenni, abba belemorzsolni az élesztőt, hiszen ha túl alacsony a pohár, és félrenéztek, elmentek 1-2 percre ide-oda, tudjátok, van az az eset, és szokiéknál is van az az eset, amikor nem figyel oda az ember, elmegy, molyol, ezt-azt tesz-vesz, és egyszer csak azt veszük észre, hogy hoppárézi mi, kifutott az élesztő, deszkáról összekanalazni, na, nem a legjobb megoldás. Tehát egy ilyen kis üvegpohár, közép-magas falu üvegpohár, lehet magasabb, ebbe bele kell morzsolni az élesztőt, és majd a kimért mennyiségű tejből egy picit hozzá kell tenni. Azért mondom, hogy a kimért mennyiségű tejből, mert nagyon sokan úgy értik a kimért mennyiséget, hogy még plusz tejet kell hozzáadni, ez nem. Tehát ebből szépen a meglangyított tejből, ne forraljátok föl, nagyon fontos, csak langyos legyen. Épp egy picit mutatom is nektek, hozzápakolok, ennyi, nem kell több. Hozok egy kis cukrot magammal, legyen egy ilyen 2 kis pici kanállal, teáskanál is lehet, mokkáskanál, teljesen mindegy. Össze fogom keverni, na most, nagyon-nagyon fontos, hogy nem szabad este telepakolni cukorral. Ez a mennyiség, amit láttatok, teljes mértékben tökéletes, és majd még egyetlen egy ötlet számotokra, hogyha gondoljátok, nyugodtan egy pici lisztet, és mutatom is nektek, először összekeverem, egy nagyon pici lisztet rá lehet pakolni a tetejére,
sokkal jobban fog kapaszkodni bele az élesztő, amikor majd ez megtörtént, meg fogom mutatni, legyen ennyi, mondjuk 2 teáskanálnyi, gyönyörű szépen föl fog jönni, hozom a kis piros ruhámat, ráhelyezem, körülbelül 2-3 perces folyamat, és onnantól kezdve mutatom nektek tovább, nagyon egyszerű az egész. Gyönyörű szépen fölfutott az élesztő, mutatom nektek, nézzétek meg, éppen hogy a ruhám egy nagyon-nagyon picit lisztes lett, vissza is tudtam pakolni. Na, tehát itt mi a lényeg? Eddig kell csak elmenni, tovább nem. Különben, mint említettem, volt nektek szépen kihömpölyög a pohárból, nem várjuk meg. Jöhet a tészta összeállítása, belehelyezem az üstbe a maradék tejet, hozzáteszem a kristálycukrot, jöhet hozzá a vaníliás cukor, kevés mennyiségbe, jöhet a 4 darab tojássárgája bele, hozzáteszem az élesztőt, gyönyörű szépen belepottyantjuk, ki is kanalazzuk, hiszen nagyon értékes alapanyag, nem pazarlunk, minden cseppje kint című fejezet, és hozzá fogom tenni ezt a pici puha vajat, ez tényleg lényegében, hogyha lehet, mindenféleképpen legyen puha. Tökéletes. Rá fogom önteni a lisztet, és lehetőleg mindig lent, tehát az alján legyen a folyékony alapanyag. Jöhet egy nagyon-nagyon pici só, és látjátok, a lisztre tettem, ez nagyon fontos. Nincs más hátra, ezt a pici rumot is hozzáteszem, és lényegében a narancsnak, a citromnak jöhet bele a héja, amikor ezzel megvagyok, indulhat a gépezet. Ezt a mennyiséget úgy, ahogy van, belereszelem. Meg is vagyok a reszeléssel. Alaposan mind a kettőnek beletoltuk a héját, jöjjönnek is takarítás. És nagyon-nagyon kellemes citrusos illatok vannak a konyhába. Én megmondom őszintén, imádom, főleg a fánknál nagyon-nagyon jót tesz neki. Na, jöhet a birodalmi lépegető, hagyd dolgozzon. Lényegében annyi lesz most, körülbelül egy olyan jó 10-12 percig, akár lehet ez 15 percig, gyönyörű szépen ki fogom dagasztani a tésztát, utána ki fogom csapni a deszkára, pontosabban a nyújtótáblára, egy nagyon picit ráformázzuk, átdolgozunk, egy pár perces munka van még vele, és lényegében abban a pillanatban jöhet a kelesztés, ami körülbelül egy olyan 35-40 perc. Akkor vagytok jók egyébként, amikor ez a tészta már teljes mértékben elválik az üstnek a falától. El is készült ez a csodálatos tészta, nézzétek meg! És ebben a helyzetben nem kell megijedni, enyhén ragacsos a tészta, ez egy fánk tészta, ennek így kell kinéznie. Na, tehát ennél erősebb ne is legyen semmiféleképpen, inkább egy picit lazább, mint töményebb, dúsabb legyen a tészta. Következő folyamat, hoztam egy pici lisztet magammal, a szokásos módon meglisztezem a kezemet, és nézzétek meg, pillanatok alatt le lehet pucolni a kanalat, és úgy a tállal is így fogok eljárni, tehát semmiféleképpen itt sem maradjon plusz alapanyag, semmit nem dobunk ki. Ez pár pillanat. És úgy szintén a tállal is ezt meg fogom tenni, tényleg nagyon hasznos. Ha ezeket a felragadt anyagokat kidobnátok, hát az mondjuk plusz egy fánkot jelent. Ennyi. Hozok még egy pici lisztet, körbeszórom. Teljesen tökéletes. Jöhet a táblára is egy kis anyag, kiteszem a tésztát, és még egy picúnyi lisztel Szilvike megmutatja, egyszerűen pár másodperc alatt ki fogom kotorni az anyagot belőle, és így mehet a mosogatóba. Nézzétek meg, jön itt ki rendesen. Ennyi, és azonnal gyúrom át a tésztát, ez kb. Egy 3 perces folyamat. Na, mutatom nektek a tálat, el lehetne bíbelődni itt még, tovább nem takarítom, így megy a mosogatóba, szinte kiszedtünk mindent belőle. Na, jöhet egy pici liszt még ide, át fogom gyúrni a tésztát, kb. Egy 2-3 perces folyamat, ahogy ezzel megvagyok, letakarom, és jöhet a kelesztés. Gyönyörű, szép a színe, nagyon-nagyon kellemes az illata, össze kell dolgozni, és hagy keljen. Meg vagyok a tészta átdolgozásával,
két-három percet vesz igénybe, nézzétek meg, fantasztikusan néz ki, és ebbe a pillanatban is ragad egy nagyon picit, jöhet egy kis alászórás, megpaskoljuk a tésztát, jöhet rá egy kevés liszt, így hagyjuk konyha melegen, hozom a konyharuhát, szépen letakarom, kezit csókolom, akár 35-40 perc, 45 perc gyönyörű szépen föl fog jönni. Utána dolgozunk vele tovább. Mutatjuk nektek ezt a gyönyörűséges kis labdát, ezt nézzétek meg, fantasztikusan megkelt a tészta, lehet vele egy kicsi motyózás, dolgozás. Na most, annyi, ilyenkor már nem gyúrom össze, egy nagyon-nagyon pici lisztet teszek még a tetejére, és természetesen körbe is szórom, ez nagyon fontos. Akár egy tésztavágóval egy nagyon picit alá lehet segíteni. Ugye említettem, volt nektek ragadós a tészta. Na most az viszont nagyon fontos megint csak, amikor kinyújtjátok, semmiféleképpen ne ragadjon, nagyon nehéz lenne felszedni. Egy pici rendet csinálok, hogy legyen hely. Lényegében, ami most fog történni, kb. Egy jó centise ki fogom nyújtani. Ezt nézzétek meg, fantasztikus. Pufi-lufi, és nagyon-nagyon jó illata van. Egy centise nyújtsátok ki, nem kell sarkosra nyújtani, utána jöhet a szaggatás. Meg is vagyok a nyújtással, nézzétek meg, fantasztikusan, nagyon-nagyon szépen lazán lehet nyújtani. Egyébként menet közben akár rá lehet egy nagyon picit szellőztetni is a tésztára, és ezáltal látjátok is, hogy sehol nem ragadt oda, ez nagyon fontos. Na, kitolom a levegőt, és egy nagyon picit itt a szélekre még rámegyek, ennyi, jöhet a szaggatás, és mutatom nektek én, hogy szoktam betölteni ezt a jóságot. Hát legelsőképpen gyártunk pár korongot, ahogyan az kell. Kiveszek egy korongot, nézzétek meg, nagyon-nagyon csinosan néznek ki. Mindenféleképpen úgy kell csinálni, hogy láttátok, egy nagyon picit lisztes az alja a fánknak. Na most, ezen az oldalon kell tölteni, és majd erre az oldalára kell visszafordítani, tehát a lisztes oldalon mindenféleképpen kint legyen, kifele kerüljön. Jöjjön egy picúnyi lekvár, egyszer megfogom, a közepébe teszem. Hát itt lényegében el lehet dönteni a mennyiséget, de mint mutatom, hogy ennél több ne legyen, megfordítom a tésztát, ráhelyezem, egy nagyon picit ellapolom, és ezzel a technológiával egyszer meg fogom csípkedni, ilyen egyszerű az egész, lényegében a lekvár sehol ne jöjjön ki, tehát ha túl sok lekvárt tesztek bele, ez előfordulhat. Így fogunk kinézni, nézzétek meg, így fog tovább kelni egy kis időt a tészta, melegítem a zsíradékot, és így következik a sütés. Gyönyörűségesek. Jöhet a következő. Nagyon-nagyon egyszerű, fantasztikus, és imádni való ez a kis fánk. Tegyétek a közepére, fordítsátok meg mindenféleképpen, egy pici ellapolás, és jöhet a csípkelődés. Ennyi az egész. Már magában nagyon jól néz ki az egész. Csinos kis fánkok. Na, mutatom ezt a kettőt, így fogunk kinézni. Gyártom a többit. Jöhet a krepli kisütése, és menet közben látjátok, föltettem a zsíradékot, olajjal dolgozom. Jöhet a fánksütés, nézzétek meg, csodálatos, kicsit közelebb is tolom, hogy Szilvika jobban meg tudja nektek mutatni, így csorakoznak. 170 Celsius fokos az olaj, tehát ennél ne legyen nagyobb, ne legyen kisebb, körülbelül ezt a tartományt kell tartani. Jöhet a sütés, alaposan össze vannak nyomkodva, látjátok, egy nagyon picit meg is puffancsosodtak, tehát keltek egy kicsit, még nagyon fontos, bele fogok engedni kb. Egy 5 darabot, nem többet, és gyönyörű szépen egy jó percig sütöm oldalanként. Mutatom, amikor megfordítom. Gyönyörűségesek. Aki nem biztos a dolgába, és esetleg látja, hogy valahol nyílt volna, egy nagyon picit rá kell dolgozni, ennyi az egész. Szépségesek. Mutatom a fordítást. Megsült az első oldal, mutatom a fordítást, ilyenkor éppen nagyon-nagyon picit alányúlva, nem összeszorítva a fánkot, ennyire megfordítom, kezit csókolom, megint csak, és majdnem, hogy kész is van ez a finomság, nézzétek meg,
magába pompásan néz ki. Itt is körülbelül egyetlen egy perc, ennél sötétebb ne legyen, hát világosabb lehet egy picivel, de az is nagyon fontos, hogy átsüljön ez a finomság. Na, amikor kiemelem, azt is megmutatom nektek, és hát fokozatában kisütöm az összeset. Szépségesek, ezt nézzétek meg, puffancsos, és nagyon-nagyon kellemes illata van. Fantasztikus. Jöhet a kreplik kiszedése, mutatom nektek ezt az oldalt is, fantasztikusan ugyanolyan színre megsütöttük, és csak úgy fogjátok össze a fánkot, hogy éppen nagyon-nagyon finoman ki kell emelni a szalvétára, és nyilván, ahogy szoktuk volt, egy nagyon picit kell hagyni őket, jöhet a porcukkeró és társai, és lehet asztalhoz ülni. Na, jöhet a következő sorozat, mutatom, amikor elkészült az egész. Érdemes kipróbálnotok, gyönyörűségesek. Nagyon sok szeretettel mutatom nektek a végeredményt, kreplik kitálalva, töltött fánkocskák kitálalva. Én azt mondom nektek, próbáljátok ki mindenféleképpen, itt van tényleg a farsangi szezon, itt a fánk szezon, és ugye hát többféle fánkot is, mint említettem volt, megtaláltok nálunk, ezt is érdemes elkészíteni. Itt is látjátok, tényleg nagyon egyszerű a folyamat, arra kell talán egy nagyon picit odafigyelni, a zsiradék hőmérséklete nagyon fontos, és mint mutattam nektek, a csípdelődés, rendesen össze kell csípni a tésztát, hogy semmiféleképpen még esélyesen legyen a lekvárnak, hogy kijöjjön. Ezen túlmegyek lekvárügybe, próbáljatok meg olyan lekvárt vásárolni, vagy éppen ha van ilyen házi lekvár, ami egy kicsit töményebb, sűrűbb, tehát nem jó ebbe a tésztába beletenni mondjuk ezt a nagyon folyós lekvárt, az abszolút de nem alkalmas a sütemény töltésére. Narancsot, citromot ne hagyjátok ki, annak a héját pontosabban, egy felgeteges ízt fogtok kapni, és akárhogy szoktam volt mondani nektek, egy húsos leves után oda lehet pakolni, egy csodálatos kis desszert, édesség, bárhogy is hívjam, és bárhogy is hívjam, tényleg puffancs, vagy huppancs, krepli, siska, pánkó, annyira mindegy, a végeredmény, hogy fánka neve, egy olyan fánk, ami, higgyétek el, megállja a becsületét az asztalon, és én azt gondolom, mindenkinek ízleni fog. Na még egyszer fogadjátok sok szeretettel, fogyasszátok el nagy egészséggel, gyártsatok fánkokat. Egyébként a fánknak a tésztája, vagy ha csak felezni szeretnétek, a másik fele betehető a hűtőbe, alaposan lecsomagolva, légmentesen, másnap elővéve, egy picit gyúrótáblán átdolgozva, keresztve, ugyanolyan végeredményt el lehet érni, mint most, amit láthattok, vagy éppen azt is elmondva, ez a fánktészta teljesen alkalmas mondjuk a farsangi fánktészta kisütéséhez. Forgácsfánk tekintetében tudjátok a sütőporosfánk, de lényegében olyan formákat is ki lehet vágni, megvágni, áthúzni, egymáson ismeritek a technológiát, tehát sokféle fánkot el lehet készíteni belőle. Búcsúzom, vigyázzatok magatok, ja, még egy nagyon fontos. A fánknak a zsiradékát át kell szűrni, el kell tenni egy üvegbe, semmiféleképpen nem kell, nem szabad kidobni, hiszen ebbe a fánk zsiradékba akár 5, 6, 8, 10 forduló fánkot is ki lehet még sütni. Szavaztok, jó egészséget, jó étvágyat a finomsághoz. Hamarosan ismét találkozunk, fánkozzunk. Csodálatos. Maga a tészta, nagyon szép levegős, tele jóságos lekvára. Jó étvágyat nektek is hozzá. Sziasztok!